A Vajdasági Magyar Hivatásos és Amatőr Színjátszás legrangosabb ünnepét 10. alkalommal szervezték meg Szabadkán. Az est fénypontja kétségkívül a Pataki László színművész emlékére alapított Pataki Gyűrű díj átadása volt, mely a legrangosabb vajdasági színész elismerés. Idén Béres Mártát, a Kosztolányi Dezső Színház színésznőjét, Elor Eminát, az Újvidéki Színház tagját, G. Erdélyi Herminát, Mess Attilát és Ralbovszki Csabát, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának tagjait jelölték Vajdaság legmagasabb szakmai elismerésére. A zsűri Elor Eminának ítélte oda a Pataki Gyűrűt. Csak is ösztökélő lehet egy díj minden színész számára. Tehát nem szeretném, hogyha én majd egyszer egy olyan színész lennék, aki csak így azért csinálja ezt, mert ezért kapja a fizetését, hogy így iparszerűen ugye bemegy és legyártja a magáit a színpadon. Mindig is szeretnék megmaradni az a nagyon lelkes és szorgalmas, hát most ez lehet, hogy nagyképűen hangzik, de mindig is Strébernek csúfoltak. Az, aki ezt azért csinálja, mert meggyőződése, hogy ezzel el tud valami szépséget, valamit lopni az emberek szívébe, aminélkül nem lehet élni. Megpróbáltuk több oldalról megvizsgálni ezt a dolgot, hogy miért magukat a teljesítményeket, és úgy éreztük, hogy az idén az Emina volt az, aki mondjuk a legnagyobbat emelte, mondhatom így is, tehát ő volt az, aki egy előadás szinte elvitt a hátán, és végül is egy nagyon sokszínű arcát megmutatta, nagyon sok karaktert kihozott, nagyon sokféle sok finomság volt abban, amit megvalósított. A Művészeti Akadémia magyar színész tagozatának hallgatói immár harmadik alkalommal adták át a 10-es címet viselő különdíjat a jelöltek egyikének. Idén Gregus Erdélyi Hermina kapta az Akadémia 10-es terméből származó szőnyeg egyik darabját.